Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Solt Vadkerti Televízió műsorát látják, ez pedig a Vadkerti Krónika. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten a városunkban, a térségünkben, illetve szűke pátriánkban. Mai műsorunk témája a következők. Az általános iskolában átadott Smart osztálytermek komplex oktatási program megvalósítását teszik lehetővé. Szakmai nap a Solt Vadkerti Evangélikus Egyházi óvodában. Megtartotta idei közgyűlését a Soltvadkert Kiskörös Petőfi Horgász Egyesület. 15. alkalommal rendeztek Vadkert kupát. Az általános iskolában nemrégen átadott Smart osztálytermek a Samsung, az Akker Plus Kft. És a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola együttműködése kapcsán jöttek létre. A Smart School nem csupán digitális tanterem digitális eszközökkel, hanem komplex oktatási program is, hiszen a tanároknak speciális tréninget, az iskoláknak pedig modern oktatási szoftvert biztosít. A Samsung által létrehozott oktatási program lehetővé teszi, hogy az aktív iskolai tanulás után a diákok a számítógépeiken is hozzáférhessenek a tananyaghoz, így azt az otthoni tanulás során is használni tudják. Az Evangélikus Egyház miért tartotta fontosnak azt, hogy támogassa ezt a projektet, hiszen ugye a mai világban nagyon nincs pénz semmire, és mégis itt Vadkerten ez megvalósulhatott. Én azt gondolom, hogy a helybéli nagyon jó igazgató, Udvarhelyi Attila igazgató úr érdemez, aki látta ezt egy bemutatón, és utána rögtön megkereste a Samsung illetékeseit, és megkérdezte, hogy nem lehetne. És azt mondták, de lehetne, igazgató úr, és ennek vagyunk itt ma a boldog részesei, ennek az átadásnak, és nagyon örülünk neki, hogy az egyházunkon az első iskola, ahol ez a Smart Cool okos iskola rendszer bevezetésre kerül. És akkor miért fontos ez? Tehát miért gondolják azt, hogy ez fontos, hogy egy ilyen működjön egy egyházi iskolában? Ma nem lehet lemaradni. Aki lemarad, elmarad. És a kicsi gyerekek a legfogékonyabbak, ott még nem kell a számítógépet külön tanítani. Egyszerűen beleszületnek. Hát hogy ne lenne jó, hogy ők már egy ilyen korszerű technikával tanulnak? Én azt mondom, hogy nem kell kidobni a hagyományos eszközeinket sem, hiszen ennek is van hátránya. Ha más nem a szemrontó technikát, hogy emeljem ki. Tehát nem kell feltétlenül és mindenáron, de ahol ennek helye van, ott mindenképpen ki kell használni. Említette, hogy az egyházi iskolák közül ez az első, lesz több is? Nagyon reméljük. Beszéltünk a Samsung jelenlévő képviselőivel, és nagyon nyitottak, és nagyon örömmel vették, hogy mi a többi iskolánkba is várjuk az ő korszerű technikájukat, ami ma már nem a kréta, és ma már nem kell letörölni a táblát a kréta után szivacsal, ma már az ujjunkkal is tudjuk a tablet monitorját tisztára. Mondta, hogy ma már tudjuk, hát ugye ez a korosztály ma már azért nehezebben nyúl ezekhez a dolgokhoz. Egyébként tetszett a bemutató? Mert hiszen most volt itt egy bemutató óra. Rendkívüli módon élveztem. A férjem azt mondta, hogy ő most már megy akkor a kémia órára. Én még maradtam volna egy kicsit, hogy átismételjük, amit tanultunk. Szenzációs volt. Az Akker Pluszt itt a környéken mindenki ismeri, hiszen a környező településeken vannak üzleteik. Ha valaki építkezni akar, tudja, hogy oda kell menni, barkácsáruház, most nem régen már elektronikai ágazata is van, de hogy került kapcsolatba az oktatással és a Samsunggal és ezzel az okos iskolával? Úgy gondolom, hogy az Akker Plusz Kft. A fennállása elmúlt 25 éve alatt mindig figyelt a piacra, mindig innovatív volt. Mindig azt figyeltük, hogy a piacnak mi az igénye, és arra próbáltunk választ adni. A Samsung Smart School rendszer szállítása, illetve a forgalomba állítása nagyon egyszerű véletlenen múlt, mint sok minden más. A cég ügyvezetője, az Akker Plusz ügyvezetője, illetve a Samsung Magyarország elnöke iskolatársak voltak valamikor Baján. Azóta is megvan ez a személyes kapcsolat. És teljesen véletlen beszélgetés alapján alakult úgy, hogy Kiskörösön nyissunk egy Samsung bemutató termet, ahol prémium márkákat forgalmazunk. Abba a bemutató terembe fölépítettünk egy Samsung Smart School iskolatermet is, és megszerveztük, hogy a környékben megnézhessék,
felmérhessék ezt a kísérleti osztálytermet az iskolaigazgatók, polgármesterek, iskolafenntartók, és így jött ez a kapcsolat, hogy a Sótvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola egyszer csak azt mondta, hogy őket érdekli ez a dolog, üljünk le, beszéljük meg, hogy tud ez működni, mik a feltételei, és nagyon örülök annak, hogy gyorsan döntést tudtak hozni, az anyagi fedezet is megvolt rá, és ma átadhattuk ünnepélyes keretek között két tantermet. Említette, hogy az Akkerpusz igyekszik lépést tartani a változó világgal. Ugye ez egy teljesen, ez egy 21. századi technika. Milyen visszhangok voltak mondjuk a kiskörösi bemutató terem átadása után? Tehát mit mondtak azok, akik ott részt vettek ezen? Egyértelműen mindenki azt mondta, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, nagyon-nagyon kellene, csak hát az anyagi háttér, nem tudják, hogy mikor és hogyan tudnák előteremteni, de itt hála Istennek mind a szándék, mind az anyagi háttér rendelkezésre állt. Vannak más érdeklődők is? Igen, igen. Most egyelőre megyén belül vagyunk, Kecskemétről és sok más településről is érdeklődnek, de bízom benne, hogy ez nagyon gyorsan el fog terjedni Magyarországon, és minél többen élni fognak, élni tudnak majd ezzel a lehetőséggel. És még visszatérve egy kicsit a 21. századnak a oktatási technológiájához, amit ez a rendszer képvisel, ugye nagyon érdekes dolog az, hogy van egy generáció, aki már ezen nő fel, akinek már a génjeibe benne van, ezzel születik, hogy ezekhez a dolgokhoz ért, azokat már nehéz krétával, szavakkal lekötni. Tényleg az oktatásnak ez egy teljesen új módszere. Mi erről a véleménye? Jól gondolom én ezt? Igen, abszolút jól. Nagyon érdekes gondolatok futottak át rajtam. Egyik alkalommal, amikor a beruházás folyt, és már ott tartottunk, hogy minden padon ott voltak a tabletek, a kiépített munkaállomásokon, és akkor beléptem az ajtón, megláttam ezeket a tableteket, hirtelen eszembe jutott az a hasonlat, hogy így messziről, mintha palatáblák lennének az asztalokon, és eszembe jutott édesapám, mit mesélt annak idején, amikor ő iskolába járt. Hát ő 1937-ben lehetett első osztályos, és ugye sokat mesélt erről a palatábráról az unokáinak is, meg nekünk is. És kísértetiesen hasonlítanak ezek a tabletek, ahogy ott állnak, a egykori palatáblákra. És hogy azon gondolkodtam, hogy régen a palatáblára egy ügyes gyerek szépen írt pici betűkkel, akkor talán arra a palatáblára ráfért az egész ABC. Lehet, hogy a V, Z, Z már nem fért rá, de azért az ABC ott volt. Most ezekre a tabletekre az egész világ ott van, és ez szó szerint az egész világ ráfér, úgyhogy ha valaki éppen azt akarja megnézni, hogy Pitagorasz mit csinált és mikor élt, egy pillanat alatt meg tudja nézni, de meg tudja nézni azt is, hogy például egy kémiai képlet hogyan néz ki. Úgyhogy tényleg elmondhatjuk szó szerint, hogy a palatáblától eljutottunk oda, hogy megnyílhat minden gyerek előtt az egész világ. A térségben dolgozó óvónőket hívta meg az Evangélikus Egyházi Óvoda arra a szakmai napra, amelynek előadója Fazekasné dr. Fenyvesi Margit főiskolai tanár, a téma pedig a difelmérés volt. A köznyelvben az iskola érettségi vizsgálatként ismert mérést már elvégezték az óvodákban, az eredményekről pedig hamarosan tájékoztatják a szülőket. A differmérés minden területen 5 fejlődési szakaszt különít el, előkészítő, haladó, kezdő, befejező, optimum. Egy nagy csoportos gyermek akkor tudja a többé-kevésbé kudarcok nélkül teljesíteni az első osztályt, hogyha a képességei már az utolsó 2 szakasz valamelyikében helyezkednek el. Hogyha még csak az előkészítő vagy kezdő szinten tart, akkor nem javasolt számára az iskola kezdés. Mai előadás témája a differ volt. Mielőtt egy kicsit bővebben megtárgyalnánk ezt a témát, először tisztázzuk ennek a szónak a fogalmát. Mit jelent ez? Ez egy mozaik szó, minden betű jelent egy fogalmat, a D azt jelenti, hogy diagnosztikára alkalmas, az I az semmit, az csak összekötő, az F az, hogy kontrollmérésekre, tehát fejlesztésre majd, az R pedig az, hogy ez egy tesztrendszer. Mikor végzik ezeket a méréseket, milyen életkorban? Átlagos fejlődésű gyerekeknél 4-8 éves életkorban javasolt, tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fejlődésű gyerekeknél 16 éves korig mér.
Mikor végzik el először ezt a mérést? Hát ez az óvónőktől függ. A Oktatási Minisztérium javaslata szerint legkésőbb nagy csoportban azért ezt végezzék el, de a lelkiismeretes óvónők középső csoport végén már elvégzik először. Általános iskola első osztályában is el szokták kötelezően végezni. Igen, csak az a baj, hogy utána az eredményeket elteszik, és nem használják fel, mert hogy kötelező. Pedig ez arra szolgálna, hogy erre egy jó fejlesztési tervezés épülhetne, és azt nagyon sajnáljuk, hogy ebből egy ilyen kötelező adminisztráció lett. Ahogy itt az előadásban elhangzott, nagyon sok mindent lehet mérni ezzel a differrel. Mi minden? Úgynevezett kritériumorientált készségeket, ez Nagy József professzor úrnak a kijelentése, olyanokat, amelyek meghatározóak az iskola érettségben, eldöntik azt, hogy a gyermek majd hogyan halad tovább. A professzor úr kutatásai szerint az első 3 hónapban már kiderül, hogy kik fognak lemaradni, lemorzsolódni, és kik maradnak az élen. Tehát a készségek heterogenitása eldönti a gyerekeknek az esélyeit már az első 3 hónapban. Ezekről a készségekről egy kicsit milyen készségeket mérnek? Tehát azokat a készségeket, amelyek a beiskolázás feltételei, az írás-mozgás koordináció, ugye az írásé, a beszédhanghallásé, a beszédértés, helyes írás, olvasásértés, tiszta beszéd, a következtetés és az összefüggés az a gondolkodáshoz tartozik, a számolás, az elemi számlalási készség az pedig a matematikai műveletekhez, illetve a szocialitás az pedig a gyerekek iskolai beilleszkedését határozza majd meg. Remélem nem hagytam ki semmit. Mindjárt mondom, írásmozgás, beszédhangolás, következtetés, összefüggés, reláció, ja, reláció szókincs, az pedig a beszédértést határozza meg. És ennek a differmérésnek az eredménye dönti el azt, hogy mondjuk egy 6 éves gyerek mehet-e iskolába, vagy sem? Ez csak javaslati szint, ez nincs döntés. A differmérés arra szolgál, hogy a pedagógus képet kapjon a gyerekről, és ha úgy látja, hogy nincs optimális szinten, akkor megint itt van, hogy akkor ez alapján fejleszten. Azért mondom, hogy megint itt van, hogy ne kötelező mérésnek vegye, hanem egy fejlesztési alapnak. A mai óvodákban és általános iskolákban, ugye már az előbb szóba került az, hogy az általános iskolában elteszik a fiókba, igen, és nem használják igazán. Mennyire van ennek gyakorlati haszna? Vagy miben van a gyakorlati haszna? A gyakorlati haszna az, hogy megismeri, hogy a gyerek miért más, hogy mi az, amiben ügyes, mi az, amiben nem, és hogyha nem, akkor nem ilyen monoton módon, vagy nem ilyen sztereotíp módon mindig csak az értelmi képességeket feltételezi, vagy egy hátrányos környezetet, hanem rájön arra, hogy ebben neki lehetősége van, mint pedagógusnak, hogy eljutassa a gyermeket az optimális szintre. Mondjuk egy óvodában van erre elég idő? Hogyne? A fejlesztésből igaz, hogy csak bebevillantottam, de ez egy kicsit szemléletváltást igényel csak. Ha például a tapasztalati összefüggést akarom fejleszteni, akkor azt nem úgy teszem, hogy most foglalkozást tervezek rá, minden nap van egy mese, és akkor olyan kérdéseket teszek fel a mesével kapcsolatban, ami viszont már azt a készséget fejleszti. Tehát az óvónőknek kell ehhez egy kicsit formálódni, és megérteni azt, hogy milyen kérdéseket és hogyan fogalmazunk meg, és ez minden készségben így van, hogy ez jó beleágyazható az óvodai tevékenységekbe, de nagyfokú tudatosságot igényel. Kati egy szép kisollót talált a fiókban, és megmutatta Marinak. Amikor Mari kézbe vette az ollót, hirtelen belenyírt Kati új ruhájába, és elszaladt. Kati nagyon sírt, sajnálta az új ruháját. Helyesen tette Mari, hogy az ollóval belenyírt Kati ruhájába? Nem. Miért nem? Mert ez nem helyes cselekedet. És te mit tettél volna? Legszívesebben elvettem tőle volna azt az ollót. Még mielőtt belenyír, ugye? Igen. Na hát nagyon igazad van. Hoztam ilyen színes lapokat. Látod, mindegyik lapon van 2 oldal. És most te válasszál, hogy melyikből játszunk, jó? Forgasd meg nyugodtan, és válasszál. Mert abból fogunk játszani, azzal, amelyiket te választottad. Szólj, ha készen vagy. Ezt. Azt választottad? Na hát, az a legérdekesebb, tényleg. Másikat el is tesszük, jó? Ne legyen neked itt útba. Azt látod, hogy ezek a gyerekek a könyveket a különböző helyekre teszik, a polc különböző helyeire teszik. Mutasd meg, ki teszi a könyvet a polc tetejére.
Jó. Mellé, alá és közé. Jó. Itt pedig egy dobozban állnak, és különböző helyekre teszik a könyveket. Mutasd meg, melyik könyv kerül mögé. A szülők tudnak segíteni abban, hogy a gyerek fejlődjön annyira, hogy ezekben a mérésekben jó eredményt érjen el? Hát, hogyha megkapják a segítséget az óvónőktől és a tanítóktól, megkapják azt, hogy mit tehetnek, akkor igen, egyébként nem. Például itt van a számolás. Ugye a szülőknél ez nagyon fontos, hogy a gyerek számoljon. És ha a gyerek számol, nem tudja ugyanúgy mit csinál, de számol, akkor azt mondják, hogy ez a gyerek okos. Tehát én ezt nem bíznám úgy a szülőkre, hogy ezzel ők foglalkozzanak, hanem inkább ilyen konzultációs partnerként képzelem el az óvónőket és a tanítókat is, akik elmondják, hogy mit és hogyan lehet fejleszteni. Mindenhez vannak ma már kézikönyvek a szülők számára is. Rendelkezésre állnak olyan könyvek, amit esetleg ha megvásárolnak, és a gyerekkel együtt megoldják az ott lévő feladatokat, akkor ezzel a gyerek nagyon sokat fejlődik. Igen, vannak fejlesztőkönyvek. Azon gondolkodtam, hogy segítség nélkül értelmezhetők-e. Van, amelyik igen, például a számlálás, van, amelyik azért nem, mert a beszédhanghallást nem is ismerik a szülők, tehát nem tudják, hogy mit, miért csinálnak. Aztán van a tapasztalati összefüggés következtetés, az inkább óvodai csoportformába képzelhető el, de ott megint ott van a konzultációs lehetőség, hogy akár egy nyílt napon, egy bemutató foglalkozás alkalmával bemutatják az óvónénik, hogy hogy lehet kérdezni ahhoz, hogy nem mindig egyfajta összefüggést láttassunk meg a gyerekkel. Nagyon élvezték az óvónők ezt a 2 órás előadást, azt mondták, hogy észre se vették, hogy már 2 óra eltelt. Biztos közel játszott az is, hogy számtalan személyes példát hozott az unokái kapcsán, nekem is van 3. Ezzel kapcsolatban, ha szabad, akkor személyes dolog. A nagyobbik unokám 5 éves, és az irányokkal van problémája, ezt mondták az óvodában. Tehát fel, le, alul, fölül, mögött, előtt, ezeket nem ismeri. Milyen lehetőségek vannak ennek a fejlesztésére? Hát, ilyenkor most úgy érzem magam, mint a tévéből gyógyító, akin fogalma sincs, hogy kit és mit gyógyít, de osztja az észt. Miután nem tudom, hogy ő most mit nem érti a relációszavakat, vagy testtudat problémája van, esetleg testcséma problémája van, ezért tényleg felelőtlenség lenne bármit is mondani. Ezért fontos a mérés, ami megállapítja, hogy mi van ez mögött, és innentől kezdve én felelősséggel többet nem mondhatok. Nem csak az unokáimról hoztam példát, hanem a hallgatóim közül is, úgyhogy azért kaptak. Ott került szóba a beszédhiba, ugye, a főiskolán. Igen, igen, és most az alkalmassági volt éppen kedden, és sok beszédhibás jön óvónőnek, tanítónak, és elvörösödve hallgatja, hogy ő az, és akkor olyan szomorú vagyok, hogy hol volt az óvónéni, amikor 5 éves volt. Hol volt a szülő? Hol volt a tanítónéni? Hány éves kortól szabad azzal foglalkozni, hogy a gyerek szépen beszéljen? Tehát mikor kell elvinni logopédushoz? Gondolom 2 éves korban még nem, hogyha valami probléma van a beszédével. Van az úgynevezett fejlődési diszlália, amikor a gyermek tanul beszélni. Még a beszédszervek ügyetlenek, a beszédmozgás koordináció még nem működik jól, ezért 5 éves korig érdemes várni, de ha nagyon sok a beszédhiba, a gyerek beszéde szinte érthetetlen, akkor nem szabad megvárni az 5 éves kort, akkor már 4 éves korban logopédushoz kell fordulni. Korábban azért nem, mert még nem érett a logopédiai foglalkozásokra. Az általános iskolában mi a célja ezeknek a méréseknek, ha már egyszer az óvodában mérték a gyerekeket? Nem biztos, hogy optimum szinten vannak a gyerekek, akiket mértek, és akkor az általános iskola megnézi, hogy az ő fejlesztésének van eredménye, és akkor látja, hogy fejlődött a gyerek, megállt a gyermek a fejlődésbe, és akkor ez egy idő után kezdi érteni a tanulásban megjelenő következményeket, hogy például miért fordítja a betűket, vagy miért nem érti a kivonást, és akkor tudja az okát, tudja az alapját, ugye ez a répa szemlélet, hogy azt nézzük, hogy mi volt az alap, és nem a tüneteket, hanem hogy miért ezek a tünetek, mitől vannak ezek a tünetek. Mennyire aktuális ez a differmérés, mondjuk így január táján az óvodákban? Abszolút aktuális. A differt már nagyon régóta ismerjük és alkalmazzuk is az óvodai munkánkban, és tudomásom szerint a környezetünkben lévő óvodák, a régi óvodái is alkalmazzák. Ráadásul egy olyan névhez kötött
mérőeszköz, mint Fazekasné dr. Fenyvesi Margó, aki nagyon-nagyon régóta ismerősünk, és tulajdonképpen az ő előadásain nőttünk fel, illetve a szakmaiságunk általa gazdagodott, hiszen ő a Károly Gáspár Főiskola docense, és többször ültünk az előadásain. Az előadásai nem csak szakmailag jelentettek gazdagodást számunkra, azon túl nyilvánvalóan rendkívül jó hangulatban is, és kedély állapotban teltek el. Visszatérve a differre, nagyon fontos mérőeszköz az óvodában, hiszen az óvodák nagyon fontosnak tartják a gyermekek iskolára való felkészítését. És éppen ezért középső csoport évvégén, illetve nagy csoport fél évkor ezeket a vizsgálatokat el kell végeznünk. Ezek a vizsgálatok azok, amelyek kimutatják a gyermekeknek még a hiányosságaikat, a részképesség hiányosságokat, amelyet ezáltal célirányosan javítani tudunk. A szülőket is tájékoztatjátok ezekről az eredményekről? Természetesen. Minden kisgyermekre körülbelül 45 percet fordít a csoportvezető óvónéni, aki elkészíti, elvégzi ezeket a vizsgálatokat, majd a vizsgálatok végzésével egy összegzést végzünk, és utána pedig a szülőt is tájékoztatjuk megfelelő módon, hogy mik azok a problémák, amelyeket a differ kihozott, és mi az, amit célirányosan javítani kell, fejleszteni kell az otthonokban is, és itt az óvodában is. Hogyan szokták ezt fogadni a szülők? Többé-kevésbé megértéssel. Nagyon sok szülő megérti, és segítőkészséggel áll a gyermek mellé, illetve segíti az óvónő munkáját azzal, hogy otthon még rádolgoznak. Vannak sajnos olyan szülők is, akik nehezen élik meg azt, amikor a gyermeknek egy részképesség hiányossága a felszínre tör. Melyik az a készségképesség, ami a legrosszabbul szokott sikerülni az ilyen méréseken? Általában a számolási, matematikai készség, amit annyira nem mondanék, hogy rosszul sikerül, de talán ott több gyengeség tapasztalható, illetve a beszédértés, ami még felszínre tör. Hát ugye sok szülő mondja, hogy hiszen már tud számolni 20-ig, akkor gondolom mondják, hogy miért született ilyen rossz eredmény. Nem ilyen egyszerű. Valóban az a gyermek, aki 20-ig el tud számolni, az nem biztos, hogy tud műveleteket végezni nagy csoportban az elvárható 10-es számkörön belül, vagy az 5-ös számkörön belül. Tehát a legfontosabb az, hogy műveleteket is tudjanak végezni ezek a gyerekek. És itt gondolok a nagyon egyszerű összeadásra, kivonásra, szorzásra. Persze ezt most iskolás nyelven közvetítem önöknek, de ennek megvan a játékos formája, amelyet itt óvodában alkalmazunk. De az előadó is elmondta, hogy a differ mérés az csak az első lépés. Ezután fejleszteni kell a gyerekeket azokon a területeken, ahol elmaradásuk van. Itt a ti óvodátokban erre milyen lehetőségek vannak? Van lehetőség egyéni foglalkozásra például? Igen, van lehetőség egyéni foglalkoztatása, illetve mikrocsoportos fejlesztésekre gondolunk. Vannak megfelelő tantermeink, illetve óvodás nyelven csoportszobáink, ahová a gyerekeket kicsi csoportokban fölvisszük, és ott a fejlesztő foglalkozásokat elvégezzük. Van az óvodának logopédusa, hiszen az is szóba került, hogy a beszédértés és a beszéd hangképzés nagyon fontos. Igen, van. Évtizedek óta Szálas Márti végzi ezt a fejlesztő munkát, aki Kiskörösön a nevelési tanácsadó munkatársa volt. Ő nagy szorgalommal végzi ezt a feladatot, és ő is átköltözött velünk most az új épületbe, és most már saját csoportszobát kapott, saját logopédiai csoportszobát, amit ő be is rendezhetett, és ott végzi el ezeket a munkátokat. Sajnos tapasztalat az is, hogy évről évre egyre több gyermek fejlesztését kell elvégeznie. Január 24-én megtartotta idei közgyűlését a Soltvadkert Kiskörös Petőfi Horgász Egyesület. A közgyűlés első összehívása határozatképtelen volt, ezért egy órával későbbre újra összehívták, és a döntéseket a 450 tagból megjelent 73 horgász hozta meg. Túl vagyunk egy izgalmas közgyűlésen. Általában így szokott zajlani a közgyűlés itt Vadkerten? Hát igen, általában megközelítőleg így. Sajnos nagyon kevés a résztvevő. Hát ugye látszott most is, hogy 450 tagból 73 vagy 74-en jöttek el.
és ez a jövőre nézve nagy problémát fog jelenteni, mert az új halászati törvény csak úgy engedélyezi a közgyűlést, ha 50% plusz egy fő jelen van. Na most meghirdetjük a közgyűlést, idejövünk, vagyunk 100-an, és akkor mindenki mehet haza, kibéreljük a termet, új időpontot élünk, meg megint nem jövünk össze, megint elmegyünk, és ez egyébként így, volt már olyan, hogy összejött az 50 plusz egy? Én még nem emlékszem rá. És akkor a remény arra, hogy jövőre összejön, hiszen akkor ugye vezetőségválasztás lesz, akkor ez fontos lesz. Hát nagyon fontos lenne, hogy minél többen legyenek, hát meg kell mozgatnunk őket, megpróbáljuk jobban, nagyobb hírnévre, valahogy utolérni őket, mert rengeteg vidéki horgászunk is van, tehát Pesti is van, Keceli, Kiskolos, Kőrös, Kecskemét, Nagykőrös, Ceglét, Szeged, rengeteg. És igazából felét teszik ki a 450 főjének a Soltvadkert és a Kiskőrösi, a másik fele az szinte vidéki. Épp azt akartam kérdezni, hogy itt előtte magoltam az egyesület nevét, hogy Soltvadkert, Kiskőrös, Petőfi, Horgász Egyesület, hogy alakult ez ki? Hát úgy indult még valamikor a régi időkben, amikor alakult ez az egyesület, hogy ugye járás működött akkor még, és maga a tó üzemeltetés és az üdülő, ami előtte a nagy tanácsüdülőnek hívták, ugye akkor az volt, akkor a Kiskőrösi járáshoz tartozott. És akkor így alakult ki abban az időben ez a név, így alakult meg a horgászat. Külön volt a körösieknek egy egyesülete, és külön a vadkertieknek, és nem, ez egyesült? Nem, hanem összejött pár alapítótag, ebből ugye voltak körösiek is, vadkertiek is, és akkor így egyeztek meg. Akkor egy kicsit beszéljünk erről a közgyűlésről, illetve elhangzott a vezetőség beszámolója a 2014-es évről. Kezdjük talán ezzel. Mik voltak ennek a beszámolónak a fontosabb sarokpontjai, amiket úgy érdemesnek tartottak kiemelni a tagság számára? Hát mindenképpen ez az anyagi problémák, amik ugye fölmerültek itt, hogy a kiadásainkat nem fedezik a bevételek. Tehát kénytelenek vagyunk kevenni minden évben az engedélyek árán, mert a kiadásokat nem tudjuk csökkenteni, mert ugye a járulékok, a munkabérek, tehát minden egyre csak drágább, ugye semmit nem tudunk annyira megvenni, mint ezelőtt 5 éve, úgy üzemanyagot, mint halat, vagy... Épp azt akartam kérdezni, hogy milyen nagyobb kiadásai vannak az egyesület? Hát a legnagyobb kiadás ugye a haltelepítés, ami ilyen 6-7 millió, most idén lehet, hogy több is lesz, nem tudom. És hát utána két fizetett halőrnek a járuléka, a üzemanyag költségeik, rengeteg, nagyon-nagyon sok-sok kiadásunk. Ugye ez a vízutánpótlás, amit fizetünk a hivatalnak, ez évi 760 ezer bruttóba. És most azt mondja a polgármester, hogy nem sok. Hát nem sok, jó, igaz, de sok lódisznó győz. Tehát... Egyébként az önkormányzattól kap az egyesület támogatást? Igen, olyan módon kapunk támogatást, hogy a tulajdonos az önkormányzat, tehát a tó és környék az önkormányzaté, és mi szinte 0 forintté kapjuk meg a vízhasználatot, ennek fejébe persze rendbe tartjuk a tó környékét, környezetvédelmi napot tartunk, horgászversenyet, akkor szemetet elviszük, lekasszáljuk a gazat, füvet rendbe tesszük. Itt többen hozzászóltak ehhez a témához, hiszen felvetették, hogy a tagsági díjat kellene emelni. Hát gondolom, hogy ez talán megoldás lehet a problémára, vagy nem? Valószínű, hogy tudnánk ezzel segíteni magunkon, sőt, igazából már nagyon más megoldásunk nincsen, mint elhangzott a 4 első vezető, már lemond a tiszteletdíjáról is, ami nem cseki összeg, mert éves viszonylatban az ilyen 1 200 000 forint, ugye járulékokkal együtt. Tehát igazából ott tudunk növelni pénzt, ha megemeljük megint. És mennyi most a tagsági díj? Most 35 ezer forint az éves engedély. Milyen más gondok merültek itt fel a horgászok részéről? Hát igazából itt a tilalmi időkről volt itt. A tilalmi idő, hogy most miért van ez, miért nem állítjuk vissza azt a régi másfél hónapos tilalmi időt. Igaz, most már az új halászati törvény 1 hónapot ír csak elő, de engedélyezi a törlést, tehát meg kell kérni a halászati felügyelőtől, akkor teljesen el lehet törölni, vagy 2 hét, vagy 1 hét, amennyire kéri az ember. De ezt, hogy eltöröljük, ezt pár éve ezelőtt a közgyűlés szavazta meg. Tehát ez közgyűlési határozat volt, a tagság szavazta meg, hogy ne legyen, mert... És akkor volt itt egy úr, ugye, aki mondta, azt hiszem, a Sárosdi Károly, hogy miért van ez a tilalom, miért törölték el, amikor kiment, és senki nem horgászott annak ellenére. De hát akkor viszont nem látom értelmét az eltörlésnek, ha úgysem mennek ki, akkor most tartok tilalmat, vagy nem tartok,
Szerintem mindig. Aztán szóba került az is, hogy milyen halakat telepítsen az Egyesület a tóba. Igen, igen. Méret és mennyiség, ugye, persze. Hát mindenkinek tetszik, minden nagyobb a hal, ugye, ez egyértelmű. De ha csak 2 kilós halat hozunk, akkor darabszámban nagyon kevés kerül. Tehát mindig kell hozni bele kisebb halat, 2 nyarat szoktunk hozni minden évben, van helyi szaporulatunk, amik itt szaporodnak, és azok valóban itt ezen az ingyen takarmányon, ami van a tóban, mert rengeteg táplálékot találnak, meg amit a horgászok behordanak, kukoricát, takarmányt, ezen itt szépen megnőnek. Tehát valahogy úgy kellene ezt csinálni, hogy kicsi is jöjjön, de azért fogható is, amik majd itt benőnek, ezek a kisebbek majd tavasszal elhozzuk, vagy novemberben, az már őszre be tud nőni. Méretes lehet 30 pár cent is. Aztán szó volt a nádvágás. A nádvágás ez megint kényes dolog, mert itt a szélén le tudták vágni. Ez egy nagyon szép dolog, kimentek, a srácok levágták, de 10 cent is jég volt. Most itt a szélén nincs baj, mert ha beszakadt, érdig ér. De a túlsó oldalán bent, ott 150-160 centi, meg iszap van, meg minden. Tehát ott, ha beszakad valaki, abban nagy baj lett. És azt a kockázatot én nem merem vállalni, hogy bevigyek 50-60 embert, és akkor beszakad valaki. Nem. Ha nincs 15-18 centis ég, akkor nem. Mennyire reális az a veszély, amit itt valaki felvetett, hogy mérgező anyagok kerülnek a tóba, és hogy ez igazán nem jó a horgászoknak? Igazából, igen. Itt tulajdonképpen senkinek nem jó, de nem tudunk vele mit kezdeni, mert ugye a területről szőlők területek vannak, nagy víztározók, ez a hosszú vízi víztározó is. Abból a vizet ki kell engedni, hogy ne maradjon a városba. Most, amit behoz vegyszert a szőlőből, permetezőszer, gyomírtót, biztos, hogy van benne, hogy kerül be. Idáig problémánk nem volt vele. Most itt egyik horgászásról főszólalt, hogy barna a vízszíne, valóban barna, én is tudom, voltam, kint megnéztem. De ez így működik, amióta ez tó, és mindig voltak ilyen vizes időszakok, és én nagyon bízom, hogy ebben nem lesz probléma. Ha új év, akkor állandóan valami változik. A horgászok kapcsán változott 2015-ben valami, ha említene ilyen dolgot? Hát igazából, hát ez a halászati törvény, ez ami komoly változásokat hozott itt, hogy másik fogási naplók vannak teljesen. 2015-től? Ez igen. Ugye volt már egy a tavaly évre, 14-re is, de most 15-től megint újat adtak ki. És olyan törvények vannak, hogy teljesen abszolút. Na, szóval irodából eldöntenek olyan dolgokat, hogy ez a hal hazaszállítás, ha fog egy horgász egy halat, akkor azt vagy agyon kell ütni, mikor viszi haza, vagy sokkolni, vagy... Tehát most... És a horgász, vagy a zöldségboltban megveszem a halat, azt élve viszem haza a szatyorba, ugye. De talán az se szabad, nem? Nem tudom. Azt nem tudom, de szerintem... A naplóval kapcsolatban milyen változás, milyen fontos változás történt? A kitöltésének a teljesen más, tehát x-elni kell a napot, amikor kiment valaki horgász. Tehát az az első, aki megy, kinyitja a naplóját, be-x-eli. És akkor utána a kitöltés egészen másként kell írni a halakat, nem úgy, mint idáig, nem kerek... dekára, hanem másfél, vagy 1 kiló, vagy 2 kiló helyét beírni, órát, percet, addig nem lehet visszadobni. Ez eddig nem volt? De eddig is volt, csak most teljesen más. Tehát más a formája, nem annyira bonyolult, csak ők is megszokták, berögzöttek ahhoz a régihez, és akkor most halőröknek kemény melójuk van, meg szépen megmutatják, na akkor most ezt húzd át, és akkor így, és... Ha már a halőröket emlegette, a rapsicokkal kapcsolatban van veszély itt a büdös tónál? Nincsen, legalábbis nem tudunk róla. Nem tudunk róla. Régebben volt, pár éve volt ilyen, azokat sikerült megfogni, de igazából nem. Elégedettek voltak a horgászok azzal a hal mennyiséggel, amit mondjuk tavaly ki tudtak fogni? Szóba került ez a téma itt a közgyűlésen? Igen, szóba került. Hát ugye persze, aki rendszeresen ki tud járni, az nagyon sok szép halat fogott. Hát vannak tajén 80, 90, 100, van, aki 180 kiló halat fogott. Hát most, aki ugye eljön egy hétre, és olyan az időjárás, hogy éppen nem eszik a hal, nem, akkor ő lehet, hogy tud fogni 2 halat, vagy egyet egy héten, és lehet, hogy többet abban az évben nem is jön már. Erről nem tehetünk, igen. Hát minél többet van kint valaki, annál nagyobb a szerencséje, hát persze több halat tud fogni. Mi is a televízióval jártunk kint, tavaly is, tavaly előtt is horgászversenyeken, 2015-ben lesznek? Persze, igen, tervezünk most is. Ez június 13-án környezetvédelmi nap, ezt mindig úgy szoktuk, hogy a verseny előtti napon takarítás van, rendcsinálás, és 14-én csináljuk a versenyt. Reméljük, hogy sok szép halat fognak.
említette, hogy tulajdonképpen a legnagyobb probléma az egyesületen belül az anyagi gondok. A közgyűlésnek az egyik célja az is volt, hogy a tagtársaktól javaslatokat, ötleteket vártak. Volt olyan javaslat, amit majd meg lehet szívlelni? Igazából volt javaslat, de az a javaslat nem járható. Mi kértünk mindenkinek a tanácsát, próbáljunk meg segíteni, hogy ne kelljen emelnünk az engedélyek árát tovább. Találjanak ki valamit, itt vannak 70-valahányan, segítsenek. Igazából senki nem tudott olyan érvekkel előjönni, ami valóban segíten ezen a helyzeten. Vezetőségnek van már valami elképzelése arról, hogy ezt a problémát hogy fogja megoldani? Én úgy gondolom, hogy most meg fogjuk látni, hogy hogy állunk ezzel a pár ezer forintos emeléssel, amit tavalyról most emeltünk 35-re, és akkor meglátjuk, hány ember fogja befizetni, és kevesebb halat fogunk valószínű telepíteni valamennyivel, és ha szükséges, akkor 1-2 ezer forintot megint kell emelnünk jövőre az engedélyek árán. Itt valaki felvetette azt, hogy új tagokat kéne felvenni. Jól emlékszem, hogy arról volt szó, hogy zárlat van, tehát hogy nem szeretnének új tagokat, ennek ellenére született egy ilyen javaslat. Igen, volt egy ilyen javaslat, hogy maximáljuk a taglétszámot 450-be. Na most valóban akkor sikerült, akkor többen jelentkeztek még. 450-nél megálltunk, nem vettünk fel új tagokat. Aztán sajnos elég sokan elhaláloztak, kiöregedtek, abba hagyták. Most 450 alatt vagyunk. De most az se baj, ha 450 fölé megyünk, mert a pénzre szükségünk van, és fölveszik az új jelentkezőket. Önnek mekkora volt a legnagyobb hal, amit 2014-ben kifogott? Tavaly évben? Mekkorát is fogtam. 4 kg 80 dekást. Milyen hal volt? Ponty volt, pikkely és nyurga ponty. Versenyen sikerült eredményesen szerepelni? Hát sajnos én nem vehetek részt a versenyen, mert ugye a mérlegelés, le kell vezetni a versenyt, a díjkiosztás, tehát ott nekem sajnos nincs, majd utána, ha vége a versenynek. És elégedett egyébként a 2014-es fogásával? Igen, igen. Igen, elégedett vagyok. Én igaz nem sokat fogtam, 14 kilót, de nekem ez elég is. Kedves nézőink, programajánlónk következik. Február 7-én szombaton 15 órakor Bodor Viktória Tusi Festő Szellők Tánca című kiállításának megnyitóját rendezik meg a Művelődési Házban. Ugyancsak február 7-én szombaton 19 órától szülők-nevelők jótékonysági buliát tartják a sportcsarnokban. Február 13-án pénteken 19 órakor kerül sor a hagyományos fakupa téli teremlabdarúgó torna vacsorával egybekötött eredményhirdetésére. Február 14-én szombaton 19 órától polgárőrbár lesz az általános iskola ebédlőjében. Február 15-én vasárnap délelőtt 9 órától Tasnádi Miklós emléktornát szervez a Soltvadkerti Focisuli Egyesület a sportcsarnokban. A sok éves hagyományokra visszanyúló Vadkert Kupa teremlabdarúgó tornát immáron 15. alkalommal rendezték meg a Soltvadkerti sportcsarnokban. Az eseményen 8 csapat mérte össze erejét, hogy eldöntsék a helyezések sorsát. Az együttesek két csoportban kezdték meg a küzdelmeket, majd az azonos helyezettek játszották egymás ellen a helyosztó találkozókat. A csapatok 2x15 perces játékidőt fociztak az egyes mérkőzések alkalmával. A helyosztó mérkőzések eredménye pedig a következő. A 7.-8. helyért a Kaskantyú és a Tabdi vívott meg a végeredmény 3-1. Az 5.-6. helyért a Tázlár és a Bócsa játszott 0-5, a 3.-4. helyért pedig a Solt, Porta, Kisokos 0-2. A döntőben Városföld, Vadkert FC 4-3. Az ünnepélyes eredményhirdetés alkalmával külön díjat vehetett át a legjobb mezőnyjátékosként Kovács Zsolt gólkirályként Marton Rihárd és a legjobb kapusként Vágó Tibor a Vadkert FC-ből. Hogyan készültetek fel a mai tornára és milyen játékos kerettel? A játékos keretünk az nem változott a tavalyhoz képest. Igazából a felkészülésünk az egyéni volt, szinte azt lehet mondani, hogy mindenki valamilyen a kispályás bajnokságban játszott valamelyik csapatban, ugye szétszórtan. Tehát tulajdonképpen nem hagytuk annyiba, vagy nem hagytuk abba a nagypályás élete utána a futballt, mindenki ugye a kispályással folytatta tovább a téli felkészülést, és tulajdonképpen így indultunk neki ennek a tornának. Milyen ellenfelek vannak, hogyan látod itt az erőviszonyokat?
Minden évben változik egy kicsikét itt ugye a csapatok összeállítása. Főként ugye itt a Sótvatkert és környékét csapatok vannak minden évben stabil csapatként meghívva, illetve most az idén van egy-két új látogatónk. Én azt gondolom, hogy ezért változatos, mert minden évben van egy kis változatosság itt csapatok szempontjából. Az első mérkőzést nyertétek 0-2-ről. Hogyan tovább, mire számítasz ma, mire lesz elegendő a teljesítményetek? Nagyon álmosan kezdtünk, az az igazság, hogy reggel érkezett a csapat, nagy része én azt gondolom még nagyon álmosak voltunk. Meg is látszott az eredményen, nem bírtunk fölpörögni. Az ellenfél rögtön 2-0-ás vezetése előnnyel fordult. Hála Istennek, hogy utána sikerült fölpörögnünk és megfordítanak a mérkőzést. Bízunk a további jó szereplésünkben, de hát ez minden meccset meg kell nyernünk, nem elég a meszt fölvinnünk. Van esetleg erőssége a csapatnak, vagy gyengéje? Van erőssége és van gyengéje is. Igazából ez én azt gondolom, hogy a gyengéje az, hogyha mindenki, vagy ha inkább azt mondom, hogy senki nem teszi oda magát, az erőssége az mindenki játszon a saját maga szintjének megfelelően, vagy tudásának megfelelően. Nagypályán hogyan zártátok a szezont? Nagypályán én azt gondolom, hogy egy picit várakozás alatt zártuk ezt a fél szezont, mert a legvégét szinte azt lehet mondani, hogy elrontottuk, nagyon sok pontot úgy elhullajtottunk, hogy nyerhető meccseket, vagy egy pontot hagytunk ott, és olyan eredményeket, vagy eredményekkel zártunk, ami azt gondolom, hogy egy picit elgondolkodható. Bízunk a tavasz jó folytatásában, hogy legalább a bronzérmet azt meg tudjuk szerezni. Azt hiszem nem túlzás azt állítani, hogy sok az idős játékos a csapatotokban, de vannak fiatalok is. Melyik dominál? Az idősek rutinja, vagy a fiatalok lendülete? Ez vegyes, mivel ugye mindenki itt igazából ezt hobbiként kezeli, és a munka mellett ugye mindenkinek más a munkája. Valamikor a rutin dönt, valamikor a fiatal lendület, ezért jó ez a csapat. Most azt gondolom, hogy csapat szellemben viszont én azt gondolom, hogy teljesen jó össze van rakva a brigán. Tehát nagyon jó, együtt vagyunk, nem sietünk haza edzések után sem, picit ott maradunk, a csapat szellemet próbáljuk erősíteni, előbb-utóbb ennek is ki kell jönni a pályán. Mire számítasz a mai napon, mire lehet elég a teljesítményetek, és az őszi szezon után tavasszal hova vár rád a csapat a helyezés tekintetében? Hát a mai napot tekintve mindenféleképp a döntőbe várnám a csapatot. Szeretnénk a tavalyi megnyert kupát ugye ezt megvédeni. A nagypályára meg mindenféleképp a bronzra számítok. Sokadik kupa ez a Vadkert kupák sorában a mai. Hányadik ez, és milyen múltra, hagyományokra tekint vissza ez a sorozat? Hát igen, ez egy jubileumi kupa számunkra, hiszen 15 éve alakultunk, és ez a 15. Vadkert kupa. Mindig a környező településekről a hasonló osztályba, vagyis a megye 3-ba játszó csapatokat próbáltuk meghívni. Most egy kivételes év, mert két olyan csapat is szerepel, akik még korábban nem szerepeltek. Ha jól tudom, 10 csapat kapott meghívást, ebből hányan tudtak eljönni, és kik vesznek részt a mai tornán? Valójában 10 csapatos tornára szerveztük volna, de a Kecel FC már második alkalommal nem tudott eljönni, és sajnos ezt az utolsó napon jelezték, és a mai reggelen kellett a sorsolást átalakítanunk, mivel hogy a Vadkert FC a nagy létszámra való tekintettel két csapattal szeretett volna indulni, de így csak egy csapattal indultunk, és akkor 2-4-es csoport alakult ki. Hogyan történik a lebonyolítás, a játékidők és egyebek? Amennyiben 10 csapatos lett volna a torna, akkor egyszer 20 perc lett volna, de mivel így jóval kevesebb a mérkőzés, így kétszer 15 perces mérkőzéseket terveztünk. Korábban a helyosztókat csak az 5. helyig játszottuk le, illetve attól fölfele. Most úgy terveztük, hogy a 7. helyét is lejátszuk, de a 7. és az 5. helyé csak kétszer 10 perces, de viszont a 3. helyé és a döntőt az kétszer 15 percesre tervezzük. A Vadkert FC csapata milyen játékos állománnyal lép ma pályára? A Vadkert FC csapata azzal a játékos állománnyal, mivel az őszi bajnokságban is szerepelt. Így, hogy egy csapattal kellett indulnunk, több játékosnak így nem jut játék lehetőség a mai nap folyamán, de hát reméljük, hogy vigasztalódnak azzal, hogyha a csapat esetlegesen jó eredményt ér el.
Készültetek-e valamilyen különleges edzésekkel, vagy egyéb módon a mai napra? Általában a csapatból mindenki játszik valamilyen teremtornán, van, aki kiskolason, kiskörösön, Soltvadkerten, de két alkalommal volt a csapatnak a helyi sportcsarnokban összetartó edzés. A mai tornát, az erőviszonyokat, csapatokat látva hogyan tudnád értékelni, milyen színvonalú? Hát úgy gondolom, hogy jó színvonalú mérkőzéseket láthatunk, mint az előző mérkőzésünk is a Kaskantyú ellen, ahol a fiatalok nagyon küzdöttek, nagyon hajtottak, nagyon jó kis mérkőzést játszottunk, hál' Istennek nyertünk 1-0-ra. A Városföld egyetlen, aki ugye megye 2-es, a többi az megye 3-as csapat. Ez annyit jelent, hogy a mai torna gyakorlatilag a téli felkészüléseteknek a kezdete is? Hát inkább úgy mondanám, hogy a tavaszi felkészülésünknek a kezdete, a téli kupáknak a vége, és ezen túl már a füves pályán kezdjük a gyakorlást. Kinek a vezetésével lesz-e személyi változás, gondolok itt edzőre, játékosokra? Nem lesz semmiféle személyi változás a csapatunknál. Edző marad, Szlovák Róbert. Egyelőre nem tudok senkiről, hogy a csapatba el akarna menni, illetve nem is igazolunk senkit. Hogyan zártátok az őszi szezont, és mik a tervek a tavaszra? Az őszi szezont az 5. helyen zártuk. Én úgy gondolom, hogy kis szerencsével, nagyobb odafigyeléssel végezhettünk volna előrébb is. Célunk az, hogy ezen esetleg javítsunk, esetleg a 3.-4. helyre oda tudjunk érni. Egy kérdés még a végére, az új pályát, a műfüvest hogyan tudtátok megszokni, és mennyire válik ez előnyötökre, illetve hátrányotokra? Hát úgy gondolom, hogy nagyon nagy előnye van a műfüves pályának, hiszen az időjárási körülmények olyanok, mindenféleképp tudunk játszani, de egyébként mindenki jobban szereti a füves pályát. A szurkolóknak tavaszra mit tudsz üzenni, mit várhatnak a csapattól? Szeretnénk a hazai mérkőzésünkön minden mérkőzésen nyerni, természetesen idegenben is, és jöjjönek minél többen. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben, jövő héten kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hogyha tehetik, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.